Hello, Boti! Figyelj, bár nem látszik rajtam, de 407 napja nem ettem semmit. Űrszeméten kell, hogy éljek. Tedd már meg, pajtikám, hogy összedobsz nekem valamit, aztán fölküldöd ide a Marsra. Köszi! Vöröskód! Zsolt éhes! Na de komolyra fordítva a szót, három olyan ételt fogok csinálni, amit felküldök Zsoltinak a Marsra, de ez nektek is alternatíva lehet egy olyan napra, amikor nem igazán akartok főzni, egy picit elő kell készülni, egy mirelit pizzát fogok csinálni, egy instant levest és egy csokis keks alapport, és ahogy Doma mondaná, nyomjuk. Először a curry levesnek állok neki, na csak az előkészítésnek, mert répát, illetve fehér répát fogunk kiszárítani a sütőbe. 90 fokra előmelegítettem, ezeket felkockázom apró kockákra, rámegy a gáztepsire, és nagyjából 5 órát kell bent hagyni. Robogunk is tovább, megcsinálom a pizzának a tésztáját. Egyébként azt még nem mondtam, de mindenből nagyjából 4 adagot csinálok, a pizzából 4-et csinálok, az instant levesből 4-et, és a csokis kekszből pedig 1 egész tálcával. Ez a 4 darab pizzához összedobom a tésztát, ehhez 600 g lisztet beleteszek a tálba, és mivel most 60%-os hidratációjú tésztát csinálunk, ezért a 600-hoz képest a víz mennyi? 360, úgy van. 3 darab hozzávaló kell még bele, só, nagyjából egy ilyen 10-12 gram, de lehet azt is, hogy nem számolunk, mert nem húzzuk ezzel az időt. Beleteszünk egy kis olívaolajat, pár evőkanálnyit, és egy csomag sütőport kidagasztjuk. Nagyjából 5 perc elég is volt neki, ezt most leszedem róla, és átteszem erre a nyújtódeszkára, ide. Bocs, ezt egy picit kiolajozom. Ezt egy kicsit átgyúrom, visszateszem, és utána egy meleg helyen nagyjából 1 óráig hagyom kelni. Most pedig mehetünk tovább a csokis kekszel, ami nagyon-nagyon bonyolult lesz. Van egy ilyen szép kis lezárhatós zacskó. A zacsiba mehet 260 g liszt, 1 teáskanál keményítő, fél teáskanál sütőpor, 1 csipet só, 1 teáskanál vaníliaőrlemény, 160 g barna cukor, 30 g kristálycukor, 20 g zsíros tejpor és 120 g csoki pasztilla. Vagy ha akartok többet, nyugodtan. Sutty, ezzel meg is vagyunk, picit így össze keverjük itt a zacskóba, és utána igazából készen is van, csak annyit kell vele csinálni, majd amit elmondok a videó végén. Meg is kelt a tészta, letelt az idő, szóval most kiszabadítjuk itt a forpaknak a börtöne alól, és meg is nézem, hogy ez a tészta adag így 1012 g, ezt el kell osztani 4 felé. Picit behajtogatjuk a szélét így alulra, utána összegombócozzuk és lefedjük őket nagyjából egy 10 percre azért, hogy a glutén picit lenyugodjon. És jogosan mondhatnátok, hogy nem telt még le az 5 óra, amúgy honnan tudjátok, de valóban nem telt le, viszont nekem szükségem lesz a sütőre, szóval ezt átviszem a konyhára, és mivel én ilyen tök jó csávó vagyok, ezért ezt múlt héten megcsináltam, szóval itt van a sárgarépa, itt van a fehérrépa, és össze is dobhatjuk a levest. Ismét egy ilyen lezárható zacskót fogok használni, mindent beleteszek, és kész. Egy zacskóba 1 adag kerül, beleteszünk 1 teáskanál madrász fűszerkeveréket, 1 teáskanál füstölt tonhalpejhet, 1 teáskanál szárított rákot, ízlés szerint a szárított sárga és fehér répánkból, hozzáteszünk 1-2 evőkanál szárított shiitake gombát, 1 csipet só, 1 adag száraz üvegtésztát és 1 evőkanál pirított hagymát. A szójaszósz meg opcionálisan az elkészítésnél. Betárasztam, ezeket most félreteszem, és jöhet a pizzázás. A pizzához lisztezett felületen kinyújtjuk a pizzáinkat. Átrepítem egy sütőpapírral bélelt tepsire, és 200 fokon nagyjából egy 10 percig elősütöm. Ez azért kell, mert hogyha betesszük a fagyasztóba, akkor annál jobb, minél kevesebb folyadék van a pizzánkban. Letelt az idő, és ahogy láthatjátok, igazából, hogyha egy gigantikus gyroszt szeretnétek, akkor ez pitának is tökéletes. Ha egy picit feldomborodott, azzal nincsen semmi baj, picit így megbögdösöm, és lenyomom, és akkor tulajdonképpen hagynunk kell, hogy kihűljenek ezek a tészták, addig pedig megcsináljuk a paradicsomszószt. Ezt se fogom túl misztifikálni, én nem vagyok ez a nagyon kimérős típus, igazából van itt nálunk egy konzerv paradicsom, ez 4 pizzára teljesen elég. Megsózzuk, teszünk hozzá egy kis borsot, teszek bele bazsalikomot, oregánót, egy löttyintésnyi olívaolajat, elkeverem, és mehet rá a kihűlt pizzákra.
Igazából egy teljesen alap szalámis pizzát csináltam, kukorica, sajt és szalámi, és azon túl, hogy sokkal olcsóbb, mint a bolti verzió, nem az van, hogy a pizzátokra rá van így, hát kb. Dobálva mondjuk 3 szelet, aztán otthon haragoskodtok, hogy ez micsoda dolog, nyugodtan tegyetek rá jó sokat úgy, ahogy én csináltam, és mivel én már ebből is előkészültem, mutatom, itt van lefóliázva a kész mirelit pizza, ezt én csináltam múlt héten, azóta semmi baja nincsen. Ezekkel a pizzákkal igazából annyi dolgotok van, hogy elérjétek ezt a minőséget vagy állagot, hogy ezt így, ahogy van, tányérostul beteszitek a fagyasztóba, majd hogyha megkeményedett, fogpakkal körbe tekeritek. El is készültem mindennel, szóval mehet a fénypostára, hogy Zsolti jól lakjon. Ugye, Boti, 2 hónapja küldtem neked üzenetet, ennyi idő alatt pont a Marsról is leértem. Kész van már a kaja? Hát az az igazság, Köbüki, hogy itt van kész, és most akartam küldeni, viszont akkor megcsinálom most, mert gondolom éhes vagy. A pizzával igazából csak 200 fokon ki kell sütni, ennyi a dolgod, semmi extra. Csináltam neked csokis kekszet, 150 ml vizet hozzáteszel, kigombocozott sütő 180 fokon, és még instant tésztát is csináltam, amit beletesz egy tálba, felöntött 2 bögre vízzel, és eheted is. Ugye milyen jó? Ez nagyszerű, Boti. Köszönöm szépen! Na, Zsolti? Figyelj, Boti, én csak ámulok és bámulok. Hát azt látom. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra. Kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az űrben. Találkozunk még. Sziasztok! Csiksz. Vagy mit kell mondani? Jinx! Az űrhajós menüt és a videót a National Geographic támogatta.